A Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium ebben a tanévben ünnepli a 125. tanévét. Ehhez kapcsolódóan minden év októberében megrendezi az intézmény a Szent Annai napokat. A kétnapos rendezvényről Szűcs Judit igazgatóhelyettes adott tájékoztatást stábunknak. A tegnapi napon sor került egy fa ültetésére. Ez külön a 125. évfordulónak a tiszteletére történt, hiszen a fát az ültet, aki bízik a jövőben, és mi bízunk abban, hogy még 125 évig, újabb 125 évig iskolánk iskola marad. Másrészt a faültetés úgy gondolom jól reprezentálja az iskolánk jellegét is, ugye alapvetően mezőgazdasági középiskola, és a Szent Annai Sámuel a névadónk is a mezőgazdaságban alkotott maradandót, és az ő tiszteletére rendezzük meg ezeket a napokat. A tegnapi napon történt hagyomány szerint az elhunyt kollégák sírjának a megkoszorúzása. Valamint ebben az évben felelevenítjük a testvériskolai kapcsolatainkat, és a testvériskolánk vezetőségei látogattak el hozzánk, tegnapi nap folyamán meg is érkeztek. Számukra tiszai programot szerveztünk, illetve megtekintettük a kazakh kiállítást. A Szent Annai napok folytatásaként az iskola aulájában ünnepi műsort adtak elő az intézmény dolgozói és diákjai. Az eseményen felcsendült nemzeti imádságunk a himnusz, majd Tóth Árpád Fénylő búzaföldek között című versét hallhatták a megjelentek Susányi Dávid 11. osztályos tanuló előadásában. Az eseményen Nagyné Sebők Erika pedagógus méltatta Szent Annai Sámuel munkásságát. Felidézték, hogy a megszűnés szélére sodródott a hanyatló tanuló létszámú iskolát alázatos munkájával hogyan virágoztatta fel. A méltó gondolatokat követően az iskola napokra verbúválódott színjátszó csapat lebilincselő előadását tekinthették meg a megjelentek. Ők együtt idézték fel a korabeli és a napjaink iskoláját. A mai napon pedig egy rendhagyó emlékműsorra került sor, ahol szintén a 125 évet próbáltuk felidézni a kezdetektől, korabeli filmhíradó vetítésén keresztül napjainkig próbáltuk a képzéseinket, az iskolai szokásokat bemutatni. Hálásak vagyunk a volt tanítványoknak, akik videó üzenetben mondták el emlékeiket, és üzentek a jelenlegi tanítványoknak. Úgy gondolom, hogy ezek az üzenetek nagyon hitelesek voltak. A program második felében az iskola napokra meghirdetett rajz- és fotópályázat eredményhirdetése következett. A tanulók képeiken a saját szemüvegükön át látott iskolájukat mutatták be. Az emlékünnepség Szent Annai Sámuel szobránál folytatódott, ahol koszorúzásra került sor.